Portály. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Ez a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kultúrpolitikai podcast műsora Fekerle Szabolccsal és ezúttal Pető Tiborral, valamint első vendégünkkel, Lakner Dávid újságíró kollégánkkal, és a műsor második felében érkezik hozzánk még egy vendég, Fajer Ivett, rendező színész, akivel a Független Színházak ellehetetlenítéséről fogunk beszélgetni. Még mielőtt belekezdenénk Dáviddal a mai témánkba, engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmet, hogy a Magyar Hang elsősorban az olvasók, hallgatók, nézők támogatásának köszönhetően működik. Ezért kérjük, hogy aki teheti, fizessen elő a heti lapra, akár online, akár nyomtatott formában. Kövessenek bennünket Facebookon, iratkozzanak fel YouTube csatornákra. Most pedig Lakner Dávidhoz fordulok. Szia Dávid! Sziasztok! Szia Dávid! Most jött vissza Veszprémből a Magyar Mozgókép Fesztiválról, amiről a most pénteken megjelenő Magyar Hangban írsz is, de kicsit ízelítőként, illetve hát más témákat is érintve, mint ami a cikkben megjelenik. Először egy általános kérdés, milyen benyomásod volt erről a rendezvényről? Hát idén ugye nem volt most olyan kiemelt premierfilm, mint ami mindig szokott lenni a fesztivál jellemzően, mindig valami nagyobb, valami a Nemzeti Filmintézet számára is fontos produkcióval indul. Ez volt korábban az Így vagy tökéletes című romantikus komédia, aztán volt a Játszma című krimi akciószriller, ami a Vizsgának volt a folytatása, Nagy Zsolta és Kulka Jánosnak volt a nagy visszatérése abban a filmben. Meg hát a fesztiválon egyébként is voltak ilyen nagyobb premierek, mint ahogy a Szia Életem, Duróci Szabolcs, az is inkább egy ilyen kiemelt projekt volt. Ezek jellemzően azért nem váltották be hozzájuk fűzött reményeket, szerintem a Játszma is sokkal kevesebb nézőt vonzott be, mint szerették volna. A Szia Életem is, pedig ezek azért nem voltak olyan rossz munkák, mint utóbb mondjuk a Hadik vagy a Blokád, amik sokkal kritikusabbak lettünk ezekkel a filmekkel szemben, de mégis csak többen nézték meg őket. Volt azért most is premier egyébként, én nem mondom, hogy ez rossz, mert 2-3 premier volt, amelyek minőségében talán jobbak is voltak, mint az elmúlt évekbeliek, de ezek ilyen kis pénzből készült, az egyik azt hiszem inkubátor projektes film is volt, ilyen kevésbé ismert rendezőktől, az egyik Szabó Mátyás filmje, a Látom, amit látsz, a másik pedig a Buvári Tamás filmje volt a másik érintése, illetve Sopsis Árpádnak is bemutatták egy tévéfilmét, ami mégis mozikba fog kerülni a mellékszereplők címmel. Ennek csak az előzetesét láttam, de azt egy kicsit ilyen tévéfilmes jellegűnek tűnt. De ettől még lehet, hogy jó lesz, abban szerepel Farkas Franciska is, és az ilyen megszokottan Sopsicsos mű lesz. Filmkritikusként te évek óta ugye a magyar filmművészet szorgalmas, lelkes és tudós követője vagy, és ehhez kapcsolódik a következő kérdésem. Hasonlítsd össze, milyen különbséget látsz, minőségbeli különbséget a Vajna korszak és a jelenlegi korszak között? Hát a Vajna korszakban igyekeztek inkább mindenkinek adni valamilyen lehetőséget. Egy-egy ember volt, aki rosszban volt a Vajnával, valami miatt így pikkeltek rá, mint Pálfi György, akit emiatt nem hagytak érvényesülni. De azért jellemzően mindenkit hagytak dolgozni, megszülettek remek művek is bőven, azt a magyar film aranykorának mondták azok is, akik egyébként nem szimpatizálnak a rendszerrel. Enyedi Ildikó Testről és lélektől című filmjétől kezdve a Saul fián át készültek művészfilmek, ezzel párhuzamosan pedig készültek olyan kiemelt projektek is, amikkel a rendszer valamit bizonyítani akart, amelyek a rendszernek fontosak voltak, ugye ilyen volt a Kincsem, amelyik ugye kritikailag nem volt azért egy kiemelt mű, de azt hiszem, hogy azt nagyon sokan megnézték viszont ezzel szemben. Azt hiszem a legnagyobb nézőszámot. Igen, azt nagyon sokan megnézték. Az utóbbi években pedig már jellemzőbb, hogy egy kiemelt kör, hát főleg egy ilyen baráti társaság, egy ilyen produceri forgatókönyvírói társaság kapja a legtöbb pénzt, és ezt jellemzően olyan témáknak a megfilmesítésére szánják, amelyek valamilyen szempontból fontosak a hatalomnak, vagy várnak valamit tőlük. Ugyanilyen volt a Hadik is, és ilyen volt a Blokád is. Illetve hát kapnak pénzt olyanok is, amelyek mondjuk ilyen zsáner darabok, és azt gondolják, hogy hát ez majd bevonza a nézőket, mint az Így vagy tökéletes, ami végül is egy romantikus komédia volt. A Szia Életem is egy ilyen kis aranyos vígjáték volt, kicsit olyan, mint a Haholcsi annak idején. Szóval a Vajna korszak, bár sok kritikusa is van, Huy András szokta ugye elmondani, hogy ő nem fogja felmenteni a Vajna korszakot is, mert szerinte azzal is számos probléma volt. De a mai, ugye ez egyablakos rendszert sokat szokták kritizálni.
de a mai az sokkal inkább bezárkózóbb, sokkal kevesebb lehetőséget ad, sokkal több filmes szorít a partvonalra, Török Ferenctől kezdve, Svetje Mihályon át, bár ugye neki az első filmre a Vajnakországba se adtak pénzt. Nem tudom, most egyébként az a módszer, hogy sokan a rendszeren kívül próbálnak kis pénzből filmet készíteni, Reisz Gábortól kezdve Svetje Mihályon át, Hajdú Szabolcsig. Ők szlovák támogatással, ugye? Hát van, akinek van külföldi támogatása is, de van, akinek az sincs, és csak ilyen baráti szívességekből és hazai pénzekből igyekszik összerakni. Most nem tudom, hogy melyiküknek van szlovák, vagy mit mondtál? Osztrák? Szlovák. Szlovák? Szlovák. Van egyébként, vannak egyébként a szlovák filmalap, azt hiszem, támogat. Igen, igen. A Hétköznapi Kudarcok az is egy ilyen koprodukció volt, ami Grossan Krisztina filmje, és tavaly mutatták be. Hát ilyenekre még vannak lehetőségek, hogy próbál az ember mindenféle nemzetközi koprodukciókban gondolkozni. Ugye szó esett itt a blokkádról, ami nem csak azért kapott kiemelt figyelmet, mert itt a fesztiválon is játszották, hanem a hozzákapcsolódó botrány miatt. Ugye a rendezője a mosdóból kilépve szembe találkozott a filmje egyik kritikusával, Csákvári Gészával, a Népszava újságírójával, és hát ellenmondásosak a beszámolók, hogy mi történt, de hát, hogy meglökte az egészen biztos, tehát ez megtörtént. A blokkáddal kapcsolatban merül fel a kérdés, hogy ugye fődíjas is lett aztán ez a film, igazából ez vitt el a fesztiválnak a legtöbb elismerését. Láttad a filmet, gondolom, neked mi a véleményed róla? Hát szerintem a legnagyobb baj vele az volt, hogy nem tekinthetjük úgy, hogy ez egy rólunk szóló, ez egy minket, a mi történelmünket bemutató film. Inkább lett ilyen szürke, jellegtelen, erőltetetten megcsinált, pedig pont egy ilyen filmnél az lenne a cél, hogyha megnézzük, akkor azt gondoljuk, hogy na, ez rólunk szól, ez a mi történelmünket egy számunkra fontos dolgot mutat be, nagyon sok érdekes, vicces dolgot bele lehetett volna vonni, ehelyett inkább csak az ilyen feladat teljesítést éreztem benne. Feladták leckeként, hogy csináljanak Antal Józsefről és a Taxis blokkádról egy filmet. Ezt megcsinálták, mellékesként még Göncz Árpád figuráját is igyekeztek nagyon lehúzni. Egyfajta ilyen történelem újrakeretezés szempontjából meg is jelentek ugye ilyen cikkek a kormánypárti sajtóban, hogy szerintük az a bajuk a kritikusoknak, hogy ez a eddig megszokott narratívával szembe megy. Egyébként nem muszáj, sőt nem is kell feltétlenül Göncz Árpádtól elájulni, vagy dicsérni az államfői tevékenységét, de ez a film ez inkább a démonizálás irányába ment vele kapcsolatban, illetve ilyen karikaturisztikus figurát rajzolt róla, aki folyton áskálódik, fondorkodik. Ugye hogy szóba került az is, hogy a Csákvári Géza azt írta a publicisztikájában, hogy van egy nyíltan antiszemita jelenet benne, erről sokat vitatkoztak, hogy vajon melyik lehet az. Pont ezt akartam kérdezni, mert én is láttam a filmet, és bennem is felmerült, hogy ez. Igen, én azt hallottam, hogy van egy olyan jelenet, amelyikben olyan látszatot kelt, mintha az egyik ember úgy sugna neki, mint ahogy a zsidó sztereotípiák, zsidó ellenes sztereotípiákban szerepelt ez. Én nekem ez a jelenet nincs meg fejben, nem volt ez szerintem olyan számottevő, tehát nem kellett volna ezt feltétlenül neki beleírnia. Sokkal másabb kritikáink lehetnek vele. De nem hiszem, hogy az alkotókban az voltnak, hogy na ide egy zsidó sztereotípiát beépítünk. És nem is hiszem, hogy a rendezőnek ez lett volna egyébként valóban a fő baja, mert az ember nem lesz ennyire frusztrált és ennyire sértődött egy általa is valótlannak és értelmetlennek vélt kritikától. Az emberek általában akkor szoktak így megsértődni, hogyha egy jogosnak érzett kritikát kapnak, amely megalázó is kicsit, és a Tőzsér Ádám rendező azt érezheti annak, hogy ő igazából itt csak egy ilyen feladatteljesítés lett felkérve arra, hogy szolgálja azokat, akik ezt a filmet kitalálták, akik felépítették. Ugye ez is egy Lajos Tamás producer és Köbi Norbert forgatókönyvírói közös projekt volt, a Tőzsér Ádám rendező pedig kvázi csak a mellettük ezt a rendezői feladatot ellátta, miközben a magyar filmgyártás hagyományos a rendezőközpontú. Tehát azt szoktuk meg, hogy egy rendező és egy forgatókönyvíró közösen kitalálnak egy, hát lehet ez a kettő ugyanaz a személy is, közösen kitalálnak egy filmötletet, ahhoz castingolnak színészeket. Az elmúlt években pedig inkább az vált jellemzőbb ebben a Lajos Tamás körnél, hogy van egy projekt, és ahhoz keresnek rendezőket, sőt az is elő szokott fordulni, hogy esetleg lecserélik a már meglévő rendezőt, akár az akaratával nem annyira egyező módon is, tehát hogy nem magától szállják, hanem azt mondják, hogy jók odaadják inkább a projektet másnak. És nagyon sok olyan ismeretlen rendező kapott így lehetőséget az elmúlt években, aki
nem feltétlenül lett volna célszerű, hogy ilyen nagy kiemelt költségvetésű filmet forgasson, már csak a végeredmény szempontjából is, tehát Lajos Tamásék is jobban jártak volna, hogyha olyan rendező készíti el ezeket a filmeket, aki ért a szakmájához, de hát olyannal könnyebb együtt dolgozniuk, akinek nincsenek ilyen hatalmas szakmai elvárások, tehát akit ők irányíthatnak inkább valamennyire, tehát akinek ők mondhatják meg, hogy milyen legyen a végeredmény, és aki nem fogja egóban, meg szakmai önérzetben lenyomni őket valamilyen szempontból. Ez amikor előkerül, hogy most egy ilyen szűk kör, egy majd, hogy nem baráti kör, vagy egy nagyon lekötelezett, lojális kör készíti a filmeket, olykor ezzel erre válaszul fel szokták emlegetni, hogy jó, hát persze most így van, de bezzeg a vajnakor előtt, tehát még 2010 előtt, akkor meg a másik oldal csinálta ugyanezt, úgyhogy most senki ne beszéljen, hiszen csak ugyanezt történik. Ennek a morális megalapozottságától most tekintsünk el, hogy vajon ez lett volna a cél, hogy ha valami tényleg esetleg rosszul működik, akkor megcsináljuk ugyanazt csak. Igen, hát ez az, hogy azt látják, hogy ők ugyanazt csinálják, csak pepitában. Igen, ami önmagában furcsa, tehát hogy érdekes válasz egy ilyen múltbéli dologgal kapcsolatban. De ettől most eltekintve, korábban valóban ennyire így működött ez a rendszer? Tehát ezek igazak, ezek az állítások, hogy 2010 előtt ugyanígy egy mondjuk úgy haveri kör játszótere volt a magyar filmkészítés? Hát sok jogos kritika lehetett a Magyar Mozgókép Közalapítványnak a hasonló tevékenységével szemben. Nem lehet ugye ezeket így egy az egyben összehasonlítani, ami nem azt jelenti, hogy azt dicsérni kell, de hogy mások voltak az arányok, ott is azért jellemzőbb lehetett, hogy aki baráti viszonyban áll egy-egy döntéshozóval, annak jobb a helyzete, ott is jellemzőbb volt, hogy nem tudom, nem készülnek nehezebb olyanoknak filmet készíteniük, akik mondjuk politikailag nagyon más gondolnak, mint az akkor uralkodó kurzus. Hát ugye ezek jellemző visszavágások voltak, hogy azok, akik politikailag erősen másként gondolnak, azok biztos tehetségtelenek is. Ugye Bereményi Géza sokat kritizálhatta, hogy a ő projektjeit alapból leírták ezzel, ami nem azt jelenti, hogy mindegyik filmes projektje jó volt, de mondjuk az Eldorádót és a Hídembert azért nem lehet egy lapra helyezni. Voltak köztük különbségek, és hát valószínűleg az valóban egy jogos kritika lehet, hogy mondjuk akkor egy ilyen jobb oldalú gondolkodású filmesnek nehezebb volt a helyzete, mint ma. Bár egyébként egy jobb oldali gondolkodásnak ma se könnyű a helyzete, hanem nem a gondolkodás a lényeg ma, hanem a lojalitás és a barátság, az ismeretség. Tehát most nem azt számít Lajos Tamásnál feltétlenül, hogy milyen világnézetet van. Hanem, hogy be van ágyazódva. De egyébként mondják azt is, hogy a Köbi Norbert az, akinek jobbak a pozíciója, és hogy Lajos Tamás igazából csak vele egy csomagban jön. Köbi Norbert is egy tehetségét elismerik szerintem mindenféle oldali emberek, és ott is egy igazságtalan kritika lenne, ha azt mondanák, hogy Köbi Norbert valami nem jó forgatókönyvíró lenne, volt nagyon sok fontos történelmi munkáját egyébként, amikor azt mondják, hogy nem készülnek jó történelmi filmek, akkor az ő 2010-es évek elejé filmét is elő lehet venni. Nem tudom, az Örök tértől kezdve a Félvilágot is, azt hiszem, ő írt az Apró meséket, a Berni követet is, amiben a Kulka János volt a főszereplő. Tibor? Köszönöm szépen. Nincs kérdés. Köszönjük szépen. Még bennem egy kérdés merült fel, hogy ha megnézzük ezt a korszakot, tehát a Vajna éra utáni korszakot, ez most nem is tudom hány év, 3-4 évről beszélünk itt. A Vajna éra? Igen, az utána lévő korszak. Hát ez igazából még csak rövidebb, mert volt, amikor a Vajna érában megítélt támogatások futottak ki, tehát azt hiszem még a Leri támogatását is részben akkor ítélték meg, vagy talán már 2019-ben. Tehát hogy ilyen nagyon kifutó projektek vannak filmek szempontjából. Mondjuk egy hosszú visszatekintést akkor nem tudunk tenni, de ami eddig elkészült, abból tudsz olyat mondani, ami kritikusi szemmel? Készültek az elmúlt egy-két évben, vagy születtek jó filmek is. Tehát most az egy jogtalan kritika lenne, ha azt mondanák, hogy már nincsenek is jó magyar filmek, meg hogy nem lehet mit várni. Ugye részben a rendszeren kívül készülő filmek között is lesznek valószínűleg jók, de az inkubátor projekt keretében keresztül finanszírozott projektek között is
születtek, és lesznek is még valószínűleg jók, bár az inkubátor projektet az elmúlt időszakban már valamennyire így nehéz helyzetbe próbálják hozni azzal, hogy olyan filmeknek végül nem adják meg a támogatást, amelyek a rendszernek talán nem annyira kedvesek lennének. De ugye tavaly évben is ott volt a Larry, ott volt a Veszélyes lehet, a Fagyi, ezek nagyon jó filmek voltak, ugyanígy a Magasságok és mélységek is jó film volt. A kiemelt projektek között inkább ilyen jó filmek voltak, mármint úgy értve jók, hogy azok még egyszer nézhető filmek, mint a Játszma vagy a Szia életem. Szóval nem lehet így teljes egészében leírni szerintem most még a magyar filmeket. Most pont az látszott, hogy az elmúlt fél évben talán nem jött ki olyan nagyobb munka, de egyébként a következő időszakban is lesznek olyanok is, mint a Lefkovicsék, ami szintén egy nemzeti filmintézet által támogatott projekt, és lesznek még a következő egy évben is olyanok, amikor már hallottunk, hogy készülnek és jónak ígérkeznek. A Valami madarak is jónak ígérkezik, az Szacsvai László főszereplésével készült szintén filmintézet által támogatott film. És ugye most sokat kritizálják a filmintézetet azért, amiért nem reagált erre az erőszakos esetre. Ők pedig inkább tegnap gyorsan kiadtak egy sajtóközleményt, hogy elkezdődött a Csányi Sándor új filmjének forgatása, de például ez is lehet, hogy egy jó film lesz, mert olyanok benne egyébként a színészek, Pogány Judittól kezdve, nem is tudom, Kern András is szerepel benne, sőt azt hiszem, még Bodrogi Gyula is, Ma este gyilkolunk címmel egy ilyen krimiszerű film, hát lehet, hogy ez is jó lesz. Köszönjük szépen. Köszönöm én is. Köszönjük szépen. A nézőinket, hallgatóinkat pedig arra kérem, hogy maradjanak még velünk, nem sokára folytatjuk a mai adást Fajer Ivett színházi rendezővel. Köszönjük. Folytatjuk a kultúrtáj adását. Vendégünk Fajer Ivett, a Láthatáron csoport alapítója, vezetője, akit azért hívtunk meg ebbe az adásba, mert ugye a múlt héten derült ki, hogy a független színházak nagyon nagy része tulajdonképpen 0 forint támogatást kapott a előadó művészeti szervezetek támogatása 2023 elnevezésű pályázatra lehetett beadni pályamű, vagy hát igényléseket, és nagyon sokan a Pintér Béla társulattól a Tápszínházon át a Dollárpapa gyermekei, de ugyanígy a Láthatáron csoport sem kapott egyetlen benyújtott pályázatára egyetlen forintot sem. Ezután a független színházak közösen egy nyílt levelet fogalmaztak meg, amelyben felszólították az ismeretlen kurátorokat, ugye így fogalmaztak, hogy árulják el, hogy miért született ez a döntés. Érkezett azóta bármilyen válasz, akár hivatalos, akár informális úton? Meglepő módon nem. Nem érkezett. Nem érkezett válasz. Valójában nem tudom, hogy reméltünk-e választ, hanem ez egy olyan kiállás, amit egy hirtelen azonnali megmozdulást szerettünk volna. Ezt a kávétársulat egyik alapítója Urbanovics Krisztina kezdeményezte, és akkor egy 2-3 nap alatt ennyien csatlakoztunk hozzá, körülbelül 30 szervezet függetlenek, akiket mind lenulláztak, valamint csatlakozott egy pár olyan szervezet, akik egy pár milliót kaptak, de azzal sincsenek nagyon ki a vízből. Mert szerettünk volna mindenképpen jelezni legalább a sajtónak, a nyilvánosságnak, hogy ez így nincs rendben, segítséget kérni, összefogásra buzdítani a területen élőket, meg a színház szerető embereket, hogy most tényleg nagyon nagy a baj. Úgyhogy ez a nyílt levélnek a célja valójában. És arról is megjött a hír már, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium előtt csütörtökön délután 4-kor a Szemere utcában egy rendkívüli közgyűlést tart a Független Előadó Művészek Szövetsége. Mi a célotok? Mi lesz? Mi várható ezen a közgyűlésen? Igen, ezt a FESZ hirdette meg, a Független Előadó Művészeti Szervezet, azzal a céllal, hogy a formája, ez egy demonstráció, egy akció, a formája egy nyilvános rendkívüli közgyűlés, amire Csák miniszter urat is szeretettel várjuk, feltesszük, hogy nem fog megjelenni, elolvassuk neki mindazokat a leveleket, amit eddig küldtünk neki, és amire soha egyáltalán nem válaszolt. Majd több szervezet bemutatja azt, hogy ő mit tett le például a tavalyi évben, vagy az eddigi működése során az asztalra, jövőre a támogatások hiányában milyen programjai nem fognak megvalósulni, hány forintja van a kasszájában, és hogy mit üzen Csák miniszter úrnak. Ezt egy percben összefoglalják a társulatok, és utána hazamegyünk.
ez lesz. Hazamentek, és kérdés, hogy utána mi lesz. Ugye a Láthatatlan csoport, aminek a bemutatására is kérlek, az hogyan fogja átvészelni a következő időszakot? Mit kell leállítani, milyen előadásokat, mivel foglalkoztok, és ahhoz képest mi fog változni? A Láthatáron csoportot 14 évvel ezelőtt alapítottam, akkor még Bócok a Láthatáron volt a nevünk, és most az egyesületnek, ez egy közhasznú egyesület, az a missziója, hogy a társadalmi szolidaritást erősítsük magas színvonalú művészet és kulturális tevékenységeinken keresztül. Ezeket előadásokkal érjük el, színházi előadásokkal és színházpedagógiai programokkal. 10 előadásunk, illetve most már csak 9 van repertoáron. Ennek a 2/3 gyermek és ifjúsági előadás, és az 1/3 felnőtteknek szóló előadás. A felnőtt előadásokat zömmel Budapesten játsszuk, különböző befogadóhelyeken, a Kugler Art Szalonban, ami egy belvárosi lakásszínház. Több, a Hagyaték megy ott, ugye? A Hagyaték és az Én, Te, Mi a párkapcsolati komédiánk. Játszunk a Jurányinak a kamaratermében, ott a Mit ér ha, az életközepi válság tragikomédiája megy, és most éppen ennyi van terítéken a felnőtt előadások közül, és az ifjúsági előadásainkból egyet játszunk rendszeresen, a Kenyértörést, a legújabb előadásunkat az Atrium szervezésében a 123-as laborban, szintén a Jurányiban, és iskolákba visszük. És utána a többi előadásunkat is, van egy előadásunk a bullyingról, egy az indulatkezelésről, van egy gyerekdarabunk, ami egy bábor zenés, vicces darab, ezeket is visszük nagyon sokat vidékre, meg Budapestre, illetve vinnénk. Tehát a legnagyobb csapás, ami most van, az az, hogy nem tudom, hogy hogyan tartom meg az embereimet, a stábot, akikkel együtt dolgozunk, azért, hogy ez az egész menjen, és nem tudom, miből fogok új bemutatót csinálni. Van egy csodálatos tervünk, egy összművészeti, elég nagy bemutató, ami egy családi darab lenne, az a címe, a munkacíme, hogy Boldog Lét, és egy tibeti mese alapján a boldogságot kutatja és járja körül. Nagyon látványosra terveztük a MOME textil szakának, a látványtervezői csinálnak a díszletet, vagyis a jelmezeket Szücs Edit vezetésével Markó Róbert rendezi. Na, erre mindenféle fronton 0 forintot kaptunk. Tehát ezt nem tudom, hogy fogjuk megcsinálni, tényleg őszintén, amit nagyon-nagyon sajnálok. Nem tudok válaszolni, hogy ez hogy lesz. És hát az biztos, hogy azokat az iskolai előadásainkat, amit kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekeknek készítettünk és játszunk, azt nem fogjuk tudni játszani addig, amíg nem találok erre valami fajta támogatást, mert ezeknek az iskoláknak semmi pénzük arra, hogy ezt fedezzék. Ez a ketrecharc és a banyamosoda. Azokat az előadásokat... Banyamosoda az általános iskolásoknak. A banyamosoda az a kicsiknek szóló vásári komédia, hogy egy banyát jól kimosnak, mert nagyon gonosz volt, és jó lesz. Hát van egy pár ötletem, hogy kivel lehetne ezt még megcsinálni. És te játszod. Én vagyok a banya. Én nagyon szeretek banya lenni, ahogy Markó Robi mondja. Igen. És a többi iskolai előadásainkra van esély, hogy megvegyék iskolák, mert a bullying az teljesen mindegy, hogy milyen társadalmi közegben vagyunk, mindenhol van. Tehát, hogyha egy intézménynek van pénze, ezek nem drága előadások, akkor meg tudja rendelni. Szintén a demokráciáról szóló vitát generáló másik előadásunkat, a legfrissebbet, a Kenyértörést. Tehát, hogy erre még csak-csak van esélyünk, hogy mondjuk egy-egy jobban eresztett, mondjuk egyre kevésbé van ilyen, de gimnázium megvegye. De mondom, amiket 8. kerületben, 9. kerületben játszunk vidéken, amikor van pénzünk, ezeket nem tudom, hogy fogjuk tudni fenntartani egyáltalán. Most ebből a támogatási pénzből 5 millió forintot nyertünk a működésén, abszolút nullákat nyertünk ugye ezen a kiegészítő pályázatokon, 5 kategóriába, tehát ezeket a programokat nem tudjuk megvalósítani. Ebbe lett volna az új darabunk, és ebbe lett volna több külföldi vendégjáték. Egyrészt a Hagyatékkal, másrészt a Mit ér hával, Vajdaságba, harmadrészt az ifjúsági előadásainkkal, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel van egy nagyon klassz együttműködésünk évek óta, de őnekik sincs sok pénzük, tehát főleg ezt mi szoktuk pályázati pénzből állni, és ott is olyan gyerekekhez megyünk általában, akik hátrányos helyzetűek. Tehát ez most egy luxus lesz, pedig ez leginkább egy társadalmi felelősség, feladatvállalás, amit hát díjazni kellene az államnak, őszintén. Ként az hogy kell elképzelnünk? Tehát most itt beszélünk arról, hogy említetted, hogy a munkatársakat nem tudod, hogy lehet így megtartani.
Körülbelül egy ilyen méretű csoport, mint a tietek, az hány ember munkáját igényli, hány embernek ad munkát, és nagyjából milyen költségvetés képzeljünk el? Hát azt úgy kell elképzelni, hogy ez egy kicsi cég, de nagyon szorgalmas, tehát tavaly játszottunk 118 előadást, ami nagyon sok ezen a területen. Az új darabból, a kenyértörésből 25 ment egy évad alatt, ami nagyon szép egy független előadásnál. Van 4 munkatársunk, van 2 művészeti titkár szervezőnk, van egy gazdaságisunk, vagyok én, van, aki, amikor kell, akkor dolgozik egy, aki a social médiát csinálja, van egy honlap fenntartónk, van egy grafikusunk, aki bármikor bármit megcsinál. Tehát, hogy vagyunk úgy nagyjából, van egy sofőrünk, aki szokta vinni az előadásokat, van ez. Mivel a működési pályázatban mindent ki kell számolni, azért nagyon jól tudom, hogy körülbelül 60 ember, vagy 60-70 számlázott be ilyen-olyan formába az egyesületnek, és körülbelül 30 millió forint a büdzsénk. Most ebből van 5. Tehát ez egy ekkora szervezet. Nem tudom a pontos adatait a többi szervezetnek, ezek különben a működési pályázatnak az eredményei elérhetők nyilvánosan. Tehát ezek nyilvános adatok, hogy ki mennyit kér és ki mennyit kap a működési pályázaton, és nyilvánosak ezek a TAO helyett. Ez az egész, amiről beszéltél, ez egy pályázatcsomag, ami eredetileg ugye a TAO helyett jött létre. Igen. Nem tudom, hogy ezt elmondjam, vagy ezt igen, elmondjam. Röviden mondd el, mert a TAO is egy érdekes történet, hogy mi volt és miért szűnt. A TAO az a társasági adónak egy olyan 1%-os juttatása művészeti szervezeteknek, amit ők levonhatnak az adójukból. Ugyanez van most az egyházi adóval, ugye. Mivel voltak visszaélések, és ezeket a visszaéléseket jellemzően nem a kisebb művészettel foglalkozó független színházak, vagy akár a nagy független színházak csináltak, hanem olyan cégek jöttek létre, hogy a TAO-t kihasználják, akiknek semmi közük nem volt igazából a művészethez, és rengeteg pénzt lenyúltak, mert úgy könyvelték el, mintha egy hatalmas arénába rengeteg ember nézte volna az előadásukat, vagy csináltak egy ilyet. Igen. És ezért az egészet eltörölték, ahelyett, hogy a hibás dolgokat kijavították volna, és azt mondták, hogy pályázati úton meg lehet ezt a pénzt szerezni. Na most eredetileg ez 37 milliárd forint volt, ez nem egy kis összeg. És abból lett az évek során, pont mikor mi először megnyertük volna a TAO-t, akkor szüntették meg, ebből lett mostanra 6 milliárd forint. És ez az a 6 milliárd forint, amit lehetett, 6 kategóriát írtak ki, 5-re lehetett pályázni, mi 5-re beadtuk, és ezen kapott mindenki nullát. Tehát 1400 szervezet jelentkezett, ebből 920 valamennyi nullát kapott. És ezek között vannak ténylegesen a valid független szervezetek is, vagy nagyon keveset kaptak. És egy csomó olyan szervezet kapott viszont, tehát ebből ezt lehozta az Index, lehozta a Telex, a hvg.hu, tehát ezt el lehet olvasni, elemezték, hogy kik vannak a nyertesek listáját. Ezek mind a most regnáló hatalmi körökhöz köthető Vinyánszky Attilához, Patakihoz, aki az előző államtitkár helyettes volt. Ők kaptak nagyon-nagyon sok pénzt. Vannak olyan cégek, amik most jöttek létre. Nem végeznek, nem tudunk róla, hogy milyen színházi tevékenységet végeznek. Úgyhogy ez egy, hát nem tudom, leszámolás, megszüntetés. Ez jó kérdés, ez bennem is fölmerült. A kormány sajtóban gyakran olvasni az úgynevezett tudatformálásról, és ehhez kapcsolódik egy másik kifejezésük, hogy a kultúrát, nem így mondják, de ez a lényege, a kultúrát meg kell szállni, kulturális tudatformálás szükséges, illetve tudatformálás a kultúra segítségével, mert csak ezen az úton tartható meg tartósan a hatalom. Nagyon rosszul hangzik, de mondjuk, hogyha ezt így elmondtam, ez párhuzamba állítható-e szerinted azzal, ami most történt, hogy a függetleneket leírjuk, lehúzzuk a listáról, és a pénz az megy máshova. Lehet-e hát párhuzam? Nyilván, persze. Mert ez tényleg borzasztóan hangzik, mint a szép új világ, vagy nem tudom, tudatformás, hogyha befeküdnél falangszerbe, és így átmasnak az agyadat. Hát nyilván ez van a kurzusfilmekkel is, meg a történelem átírásával, meg igen. A független az egy értékválasztás. Mi ugyanúgy pályázunk, csak nincs fix hozzáférésünk, semmilyen pénz. Ez nem tart el minket a főváros, nem tart el minket szegény fővárosnak is mennyi pénze van, nem tart el minket az állam, a kormány, hanem pályázati rendszer útján
az lenne az ideális, ugye, hogyha egy szakmai grémium döntene, szakmai szempontok alapján ítélnék meg, hogy ki mit tesz le az asztalra, milyen munkát végez, kikhez jut el, mennyire kell ezt honorálni vagy támogatni államilag, de most nem ez történik. És a független az valójában tényleg egy értékválasztás. Ez azt jelenti, hogy rendszerkritikus, társadalom elemző, vizsgáló, kortárs társadalmi problémákat észrevevő egyesületek vannak, illetve olyan darabok születnek, amik ezekre a társadalmi folyamatokra reflektálnak. Tehát ez az elsődleges célja szerintem ennek a művészeti szcénának, és ez mint olyan, mint kritikusan gondolkodó, társadalomkritikus műfaj nem kívánatos most. Hiszen ez nem olyan irányba formálja a tudatot, amilyenbe szeretnék. Nekünk is az a missziunk, hogy egy szemléletformáló beszélgetés és párbeszédet indítsunk el az emberekkel, amire az előadás egy dobmantó. Minden előadás után van egy beszélgetés, vagy közben interaktívak, még a felnőtt előadásaink nagy része is. Ezért, mert én is azt szeretném, hogyha valahogy egy irányba elmozdulna a társadalom. Azt hogy látod, hogy a önmagában nyilván tragikus vagy nagyon rossz iránya ez a függetleneknek az ellehetetlenítése, de hogyha egy kicsit tágabban nézzük, lehet hallani színházi szakemberektől, hogy a független meg a kisebb társulatoknak mindig van egy megtermékenyítő hatása mondjuk úgy a kőszínházi világra is, tehát hogy ez a frissesség, újabb gondolatok azok onnan is nagyon jól felhasználhatók és becsatornázhatók. Ha amerre az utóbbi években és most teljesen egyértelműen haladunk, tehát hogy tényleg a független széna egy jó része legalábbis ellehetetlenül, vagy jó eséllyel ellehetetlenül, ennek szerinted milyen hatása és milyen távon lesz valamilyen hatása az egész magyar színházi életre? Hát szerintem kiüresedik, elszürkül a színházi élet. Én azt gondolom, hogy az innováció, egyáltalán a lehetőség az innovációra sokkal jobban megadatik a függetleneknek. Nyilván ezerszer kötöttebb egy vidéki nemzeti színház, akinek muszáj kiszolgálnia bizonyos számú embert mindenféle műfajban. Ezt teljesen megértem. Tehát mindenkinek lenne helye ebben a rendszerben, és a függetleneknek is lenne helye. Meg a társadalmi feladatot ellátó függetleneknek is lenne helye, és ez valóban egy nagyon izgalmas terület, személyesebb a megszólalás, kortársabb a nyelv, sokszor olyan csoportoknak szólunk, meg olyan csoportokról, amiről egyáltalán nem szól egy kőszínházi előadás. Nem eleve megírt szövegeket dolgozunk föl, vagy dolgozunk át nagyon sokszor, olyan is van, hanem egy saját téma alapján fejlesztünk. Például mi majdnem mindig fejlesztünk darabokat. Tehát ez sokkal kevésbé van jelen a kőszínházi struktúrában, mert sokszor sokkal kevésbé lehet is jelen. Tehát Magyarországon inkább egy szövegen alapuló, nyilván vannak kivételek, tehát általánosítok, színházi megközelítés uralkodik a mai napig. Ez egy gazdagságot jelent. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kiüresedéshez, egy csontosodáshoz fog vezetni. Mm. Nem tudom. Szerintem sok ember kevesebbet fog színházba elvenni. Mm. Hát vagy olyanok, akik csak így találkoznak színházzal, vagy említetted, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket, ők meg így nem fognak találkozni. Hát semmilyen módon nem fognak találkozni, illetve lehet, hogy felbuszoztatják őket egy Térini programra, vagy a Nemzetibe, de én nem hiszem, hogy attól azt fogják gondolni, hogy jaj, de jó színházba járni. Hát vagy az a fajta könnyed, szórakoztató színház fog tarolni, ami azért ma is kezd feljönni, vagy támogatást kap legalábbis. Nézd, a könnyed szórakoztatóval sincs semmi baj. Nem azt mondom, azt is lehet csak kizárólagos színvonalon csinálni. Igen. És azt is lehet úgy csinálni, közben gondolkodunk is. A mit ér, ha is nagyon szórakoztató, gurgulázva nevetnek a nézők, a párkapcsolati komédiánkon is nevetnek, de közben gondolkodunk, meg reflektálunk. Szóval azért nagyon nagy különbség van szerintem művészileg, komédiázás meg komédiázás között. És nyilván erre is szükség van, de nem csak erre. És szerintem amit én úgy hívok, hogy bulvár, abban nincs meg az az igény, hogy közben gondolkodjunk, hogy közben reflektáljunk, hogy önironikusak legyünk.
De én tényleg nem azt akarom, hogy arról beszéljek, hogy mások milyen előadásokat csinálnak, hanem azt gondolom, hogy ez egy szégyen, hogy meg kell szüntetni egy viszonylag sokkal kisebb területet, ami ugyanakkor sok emberhez elér. Tehát tavaly történtek ilyen kimutatásaink, 700 ezer ember nézte a Függetleneket, több mint 5000 ember dolgozik ezen a területen, tehát nem annyira kicsi ez a terület, és arányaiban elképesztően sokkal kevesebb pénz igénye van ennek a területnek. Bocsánat, mennyi lenne az a pénzigény, amiből a Függetlenek meg tudnának menekülni, vagy legalábbis nem menekülni, hanem tudnák magukat fenntartva folytatni a programjaikat, az életüket? Mennyi lenne az összeg? Hát volt egy ilyen számítás, és akkor az jött ki, hogy 1,4 milliárd forint lenne az, ami kielégíteni a mostani igényeit a Függetleneknek, amiket a pályázatokon írtak. Most az 1,4 milliárd egy töredéke annak, amit elkölt ez a rendszer egy kurzusfilmre. Ezt tudjuk például. Vagy egy töredéke annak, ami elmegy a Színházi Olimpiára. 6 milliárd forint. Vagy még több, igen. Vagy a Nemzeti Színházba, és az őt szolgáló egyéb vidéki színházakra. Szóval, hogy inkább az aránytalanság a nagyon-nagyon fájó. Tényleg, az aránytalanság. Mert eddig se voltak nagy pénzek ezeken a kiegészítő támogatásokon, de azért annyi volt a több kategóriába, hogy össze lehetett azt szedni, megírtam egy évben 15 pályázatot, és abból összejött ez a büdzsé. De az, hogy totál nulla minden kategóriában, majdnem mindenkinek, ilyen nem volt még. Mm-hmm. Tehát ez egy váltás. Ez most egy újabb lépcsőfok. Abszolút újabb lépcsőfok. Ott voltak korábban is már kísérletek a kivéreztetésre. A pénzelvonás az folyamatosnak nevezhető, hiszen korábban is történtek már hasonlók. Igen, de nem volt ilyen mértékű. És az, hogy a működési pályázatnak a keretösszegét is csökkentették 40%-kal, ami a legnagyobb pályázat, amiből fent lehet tartani egy egyesületet, vagy egy alapítványt, stb. Egy stábot, az se volt. Uh-huh. Ahhoz mit szólsz? Volt olyan megszólalás minisztériumi részről, hogy 50-60 független színház van ma Magyarországon, ha jól emlékszem, de hogy ez túl sok, nem is kell ennyi, elég lenne 20-22. Demeter Szilárd is ilyeneket mondta a szimfonikus zenekarokról, meg a zenekarokról. Tehát ez vajon milyen számításon alapul? Külföldi példákon, vagy valamilyen ideálisnak elképzelte állapot, hogy mennyi független színház kell egy országnak? Van ilyen? Szerintem, aki ilyeneket mond, egyáltalán nem ismeri a területet. Tehát én azt gondolom, hogy a miniszter, vagy soha nem volt független színházba. Tehát tényleg fogalma nincs. Szerintem nem tudják, hogy ez mi. Nem tudják, hogy hány társulat van, milyen munkát végzünk. A 20 az egy elképesztően kicsi szám. És mondom, szerintem az a jó, hogyha virágoznak ezek a virágok. Miért ne lehetne sok virág egy mezőn? Annál szebb az a mező, minél több virág van. És nem azt jelenti, hogy mi végtelen mennyiségű pénzt kérünk, és mindenkinek kell pénzt adni. Azt szeretnénk, hogy legyen egy szakmai, átlátható szempontrendszer, egy szakmai, valós kuratórium, nem politikai alapú döntések szülessenek. Nézzék meg, hogy tényleg ki mit dolgozik. Nézzék meg az előadásokat. De ez nem történik meg. Tehát semmiféle szakmaiság nincs ebben a döntésben, ezért nagyon fájó. Mm-hmm. Hát nagyon köszönjük ezzel az optimista és vidám végszóval, de hát tényleg nem lehet most azt hiszem a jelen helyzetben optimistán fogalmazni. Nagyon szépen köszönjük, én hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nézőinket, hallgatóinkat pedig még egyszer arra buzdítom, hogyha tetszik, amit csinálunk, tetszenek a beszélgetéseink, illetve a Magyar Hang, a heti lap, akkor ha tehetik, támogassanak bennünket előfizetéssel, alkalmi támogatással, hiszen gyakorlatilag a Magyar Hang is, csak a nézők, az olvasók jó voltából működik. Nagyon szépen köszönjük a mai figyelmüket, viszontlátásra!